Értékelték a közösen eltöltött 2023 év eseményeit, és nagy tervekkel állnak a 2024-es év elé. Dombováron nagyon sok civil szervezet működik, és nagy az összefogás, de nem csak tevékenykednek, hanem ünnepelnek is együtt. Ezek az ünnepek már hagyománnyá váltak, erről beszélt Hosszú Sándor Gergely. 2024-es esztendőben harmadik éve szervezi meg az Ózon Asztma civil szervezet Dombováron az új év köszöntő rendezvényét. Kvázi ezzel nyitja meg a dombovári civil társadalom minden évben az új évet, és próbálja ösztönözni, hogy a többi civil szervezetet kezdeményezésekre, valamint minél szélesebb programok lebonyolítására. Ez ismételten egy nagyon jó alkalom városunkban, hogy a civil szervezetek vezetői, egyesületi tagjai találkozzanak, hiszen itt nem csak az Ózon Asztma Egyesület vesz jelen, hanem a városunk összes civil szervezet vezetője, illetve tagjai. Az idei gálát az Ózon Asztma Egyesület szervezte meg, és vendégül látták a többi szervezet tagjait. Az előkészületekről nyilatkozott Boldogné Petes Janka. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Az Ózon Asztma Egyesületnek az elnöke vagyok, és az Egyesület elnöke nevében, és az Egyesület tagjai nevében köszöntöm a nézőinket. Ez a harmadik év, hogy az Egyesületünk ezt a programot meghirdette. Elég nagy létszámmal szeretnénk, hogyha részt vennének ezen a programon. Mi nagyon-nagyon lelkesen készültünk, és állítottuk össze ezt a közel egy órás műsort. A köszöntők után az Apácai Csere János Technikum diákjai adnak elő egy újévi vidám kis programot, műsort. Szerepelni fog és részt vesz ezen a rendezvényen Farkas Béla, a tárogatón, aki már többször vendégünk volt az Egyesületünkben is, és Dombováron is. Őt várjuk nagy szeretettel, és természetesen a Zenész Egyesületünk elnökét szintén nagy szeretettel várjuk, Balaskó Jánost. Különböző civil egyesületekből megkérdeztük a vendégeket, honnan jöttek és miért szeretnek abba a közösségbe járni. Hát én több egyesületnek is tagja vagyok. Az Érdekvédelmi Egyesületnek 22 éve vagyok tagja, sőt vezetőségi tagja is. Hát az Ilkó Egyesületnek is tagja vagyok, a Szilkóra is és az Aszmásoknál is. És jónak tartom ezt a több vonalon, hát helytálló kis csoportokat, mert értékes tanulmányokat, mindent úgy, orvosi előadásokat, mindent hallok, és nagyon hasznosnak tartom, mivel hogy a családomban is a fiam aszmás beteg, és nagyon szeretem hallani ezeket az orvosi tanácsokat, amit mondanak. A Dombovári Ózon Asztma Egyesületnél 2017 óta vagyok tag, a férjemmel együtt léptünk be, más egyesületnek nem vagyok tagja, illetve a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei szövetségének az állapotomból adódóan tagja vagyok. Minden egyes programon részt veszünk, szeretünk idejönni, a betegségünket leszámítva aktívan dolgozik az egyesület, nagyon sok olyan kirándulást és egyéb programot szervezünk, ami tényleg mindenkinek érdeklődésre adhat számot. Egynapos kirándulások, többnapos kirándulások, külföldi túrák, ezek mind szerepeltek az elmúlt 7 év alatt a programunkban. Hogy miért szeretünk ide járni? Mert itt jókedvű emberek vannak. Igaz, hogy kevésbé fiatalok, de még mindenki próbálja magából a legtöbbet kihozni. És nagyon jó a légkör, ami nagyon sokat jelent, főleg idős emberek körében, hogy nem mindenki panaszkodik, hanem megpróbálunk aktívan, a lehetőségekhez képest aktívan élni. A műsoron fellépett Farkas Béla tárogatón, a himnuszt adta elő, Balaskó János részfúvós hangszerrel játszott, majd a Tolna vármegyei Eszti Apácai Csere János Technikum és Kollégium diákjai adtak elő egy könnyed, szórakoztató előadást, ahol felkészítő tanáruk Magyar Falviné Haszonics Krisztina volt.
Az esemény pezsgős kocintással zárult.